negyedik napja csökken az új fertőzöttek száma, nemzeti oltóanyaggyár épülhet, valamint továbbra is kapják az egészségügyi dolgozók az államtól az egyéni védőfelszereléseket. Egyebek mellett ezen témákban adtak tájékoztatást ma az operatív törzs szakemberei. Zala megyében 151 igazoltan fertőzött van, a járványal összefüggésben pedig újabb 9 fő hunyt el az országban. Az elmúlt 24 órában 164 fővel emelkedett a kórházban ápolt betegek száma, emellett azonban növekszik a gyógyultak száma is. A közegészségügyi helyzeten túl Müller Cecília a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem együttműködési megállapodásáról is beszámolt a mai tájékoztatón. Ennek az együttműködésnek a célja a Nemzeti Oltóanyaggyárnak a létrehozása és megvalósítása annak a programnak, amelyet a kormányzat már 2018-ban felismert, és egyfajta függetlenedést eredményez a világpiactól a biztonságos oltóanyag ellátás vonatkozásában. Érinti ez a kötelező védőoltásokat, és érinti ez majd az önként felvehető védőoltásokat is. Nemzeti, hazai ellátásban gondolkodunk, amelynek száz éves múltra visszatekintő előzménye van hangsúlyozta az országos tiszti főorvos, valamint azt is elmondta, hogy a kormányrendelet értelmében az FFP 1-es, 2-es és 3-as maszkok a jövőben már megvásárolhatóak lesznek a gyógyszertárakban. Müller Cecília a kellemes hétvégi időjárás miatt a vendéglátó egységek terasztain tanúsított felelős magatartásra és a fertőtlenítés fontosságára hívta fel még a figyelmet.